Ezek a felvétel is képek 2016-ban készültek a Vasvári Pál gimnáziumban. A legtöbb diák akkor is izgatottan írta a központi feladatsorokat, idén januárban pedig sok diák csalódott volt, nehéznek tartották a matematikai feladatokat. Több média megjelenés is volt az üggyel kapcsolatban, végül nem írattak új felvételit egyik tantárgyból sem. Az eredményeket a legtöbb érintett már várja, mind a diákok, mind az intézmények. Ez már a Nyíregy Házi Sipkai Barna középiskola, amely ma még üres volt a tavaszi szünet miatt. Az intézménybe 737 általános iskolás jelentkezett, de csak 248 helyet hirdetett meg az iskola. Összesen 8 osztályt fogunk indítani, ebből 4 osztály a szakközépiskolai osztályt jelenti, ahol szakmákat tanítunk, kereskedőt, szakácsot, cukrászt, illetve pincért. Emellett 4 szakgimnáziumi osztályt, ahol 136 diákot fogunk tudni fölvenni, és ebben 2-2 tanítási nyelvű osztályunk van. Van egy újdonságunk, ebben az évben, a 2017-18-as tanévben indítjuk először az angol 2 tanítási nyelvű képzést kereskedelem marketing szakirányban. Az ideiglenes felvételi rangsor már látható az iskola bejárati ajtaján és weboldalán is, ám az igazgató azt mondja, még várják az oktatási hivataltól az egyeztetett felvételi jegyzéket, ami alapján értesítik majd a felvételizőket. Holnapi nap folyamán az oktatási hivatal megküldi majd az összes középfokú oktatási intézménynek azt a végleges listát, amelyik az adott iskolákba felvételt nyert tanulóknak a listáját tartalmazza, ugye ezt hívják úgy, hogy egyeztetett felvételi jegyzék. És ugye ezen jegyzék alapján kell, hogy a jövő hét közepéig, április 26-áig minden középfokú iskolának ki kell értesítenie minden egyes hozzájuk felvételi jelentkezés benyújtott tanulót, arról, hogy az a jelentkezés eredményes volt-e vagy sem. Idén mintegy 82.008. évfolyamos tanuló, mintegy 7.500 hatodikos és 6.004. diák felvételizett valamilyen középiskolába. Ők legkésőbb április végéig kapják meg felvételi értesítőjüket. Ha esetleg valamelyik gyermek minden helyről elutasítást kapott volna, mert ez is az előfordulhat, ugye ilyenkor tudni kell, hogy elindul utána a rendkívüli felvételi eljárás május 8-ától kezdődően, illetőleg majd május 19-től követően, tehát minden egyes középfokú iskola az üresen maradt férőhelyeire úgynevezett rendkívüli felvételi eljárást írhat ki. A rendkívüli felvételi eljárás eredményeit még a tanévkezdés előtt augusztusban tudják majd meg az érintettek.